Szervusztok, szervusztok. Ez már a negyedik stream, mióta kint van az új season, az első season, a malignantos season. És hát most, mint látjátok, 43-as a kis nekrom, itt tartunk jelenleg. Gyűjtögettük az aspekteket legutóbb, illetve átmentünk World Tier 2-re. És a mostani terv az az, hogy átmenjünk 3-ra, hogy megcsináljuk a Capstone Dungeon-t. Ehhez még egy-két aspektet össze akarok szedni biztos alapon, mert nagyon Glasscannon-nek érzem jelenleg a buildet. Nagyon könnyen elhullunk, vagy elhullhatunk, ezért be akarom magam biztosítani. Ja, és befejeztük ugye legutóbb a szezonos questet, úgyhogy most már tudjuk, hogy mi a helyzet a Malignant-tel. El fog tűnni szépen lassan, a forrását megszüntettük. Úgyhogy gyakorlatilag az új quest sorozat, quest láncnak vége, ami ezzel a szezonnal jött be. Király volt. Abszolút. Szerintem jó volt. Nem mondom azt, hogy 10/10, de rossznak meg pláne nem mondanám. Úgyhogy azért mondom, hogy úgy jó volt. Ja, hát a Chapter 3-at nem sikerült megcsinálni, mert ahhoz a 45-ös szint kell, ha a 45-ös szinten le kell craftolnunk egy potiont, kell találnunk egy fehér malignant invokert, de olyat még nem találtunk egyáltalán, szóval van még teendő, hogy szépen lassan meglegyen egyébként a Battle Pass, a Season Journal. Most ilyen 41-es szinten vagyok, azt hiszem, szóval az egyharmadán már túl vagyunk, de úgy vagyok 41-es szintű, hogy én azt a verzióját vettem meg a Diablónak, ami ad plusz 20 szintet. Nem azért, hogy plusz 20 szintem legyen, hanem itt ugye van ez a szárny, mondom, nem akarok erről ugye lemaradni. Úgyhogy, hát ezért lett ez az edition. Nem tudom, hogy tudnálak-e cipelni, pocó. De szívesen segítek cipelni. Arról van szó. Megmutatom nektek az új setet, ezt a Koldironosat, mert ugye legutóbb pont sikerült kiszedni, viszont már nem akartam azt is ide abba a streambe bele tömöríteni. Úgyhogy ez ilyen alapból, a pirosas színekkel. Én nagyon szeretem ezeket a koponyás dolgokat, úgyhogy nálam ezt a Blizzard nagyon eltalálta. Király amúgy ez az arany. Mármint így aranyba ez a set. Ilyen alapból. Nekem ez az arany tetszik. Arany, és akkor... Ez a fegyver tartozik amúgy hozzá. Jánosra kellett volna inkább rakni? Nagyon tetszik. Ja, rohadt jó. És ugye, hát ez még csak jobb lesz, mert a Battle Pass végén ugyanez a set van, csak hát ilyen szép gőzölgös formában. Na, azt mondja, hogy kiválasztom a célpontot, ami nem más, mint
mint a defenzív. Defenzívből is az armoros defenzív kell nekünk. Az nagyon-nagyon fontos lenne. Úgyhogy arra mozdulunk most rá. Üdvözlő, srácok! Ja, gyorsan megebédeltem. Ilyen kóviubis, tehát hogy szendvics volt, vajas szendvics párizsival és kóviubival. Reggel meg annyiból volt más, hogy ott paprikát ettem meg paradicsomot a kóviubi helyett. Ilyen cipó volt most a megszokott rozsos kenyér helyett. Jaj, még az a házi kóviubi. Így van, a cipót a cipóboltba vettem. Királyam, hogy ez a dungeon. Hogy ilyen teleportot lehet használni. Most itt vissza kell menni. Hogy vagyunk? Jól. Nem lehet azt mondani, hogy jól vagyunk. De legalábbis én biztosan jól vagyok. Remélem, ti is, srácok. Igen, a moboknak én vagyok a bácsár. Nagyon zsír ez a build. Hoppá! Ott kúszott egy elit. Az nagyon durva, hogy jön a... Tehát, hogy... Ahogy nyomom a jobb klikket, látszódik, hogy jön az XP, hát ez mennyire király már. Mármint, hogy oké, tehát, hogy ez így működik, hogyha megölöm az enemit, akkor jön az XP, de hogy... Nyomom a jobb klikket, látszódnak a durranások, és így látod azt, hogy így... felszökik fel az XP. Mit jelent az a kérdés, hogy bácsár aranyod kérdően?
Ja, hogy arány? Jó, jó, jó. Jó, megvan. Hát eddig a szezonban kétszer találkoztunk vele, mind a kétszer meghalt. Azt hiszem először 13-ason találkoztunk, vagy 17-esen, nem tudom. Úgyhogy... Elkentük a száját. Hali, esetleg erre van tipp, hogy hogyan lehet javítani azon, hogy viszonylag hamar elfogy a manám? Többet használod a basic skilledet. Az arra van, hogy ugye resource-t generálj. Basic skillek resource generálósak. Illetve biztos vannak olyan aspektek, amik ezen segítenek, meg van olyan stat az itemeken, ami essence cost reduction-os. Ja, hogy Shorcival játszol. Hát, Shorcival kapcsolatban nem nagyon vannak ötleteim, én nem. Ha a játék kijövetelekor shorciztam, én ott azt kellett csinálni, hogy basic skillet kellett nyomkodni. De biztos van a cseten olyan, aki jobban vágja nálam a torcit, és biztos tud erre tuti tippet, trükköt. De általában, hogyha valami buildet követsz, akkor így az leszokott lenni írva, leszokták írni az oldalon, hogy milyen megoldások vannak arra, hogyha esetleg nagyon kevés a resource-on. Mindegyik basic skillet ad manát, azoknak az a lényege. Aztán én olyan úgy tudom, persze. Na nézzük. Tehát rányomtatjuk a nadrágunkra ezt a most megszerzett power-t. Jó. És akkor most már csak a kesszük el. Na nézzük, mik vannak, ami szimpatikusnak tűnik. Ja, de hát csak a sajátomat mutasd. Az Army of Death-eset kéne kivegyük.
Unyielding akármi. Ha nyomjuk a rayskeletont. Vagy erre csak? Hát ahhoz külön kell az Army of Dead. Az nekünk nincs is kirakva. Ó, hát akkor azért nem működött eddig, ami rajtam volt. Shit, na jól van, akkor nézzük csak még egyszer offenzív. Egy mestert. Az egy mestert szerezzük meg. Hogyan csinálták a Maxrolnál azt, hogy elindult a Diablo 4 beta, és két napra rá már fent voltak a buildek, teljes map, összes quest, meg egy csomó info. Hát úgy, hogy ugye a beta előtt volt zárt beta is, ahonnan egy csomó infót amúgy lehetett összeszedni, csak ugye nem lehetett megosztani, szóval hogy ők gyűjtették az infókat, és az alapján dobták össze, illetve az alapján, hogy így sokan csinálták. Sokan játszottak a Maxron, elgyűjtötték az infokat, és így. Ja, hát igen. Ez sok meló. Na, az biztos. Sebát, hát nagyon szépen köszönöm itt az ajándékodat. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen az ajándékot. Méghozzá Arbaresznek. Köszi a Sebát, hát beregenek srácok a szvegek. Azt javasolja közben itt András a mana problémára, hogy a Prodigy aspektet kell összeszedni. Azt tölt vissza manát, illetve itemek között olyanokat részesíts előnybe, amik plusz adnak a maximum manához, illetve mana cost reduction-osok. Ja, ez jó, ez tetszik. Köszi szépen esemben. És köszi a pergetés, kacok. Ugye most olyan aspektet szedek össze, ami így az alapján növeli a sebzésem, minél több a resource-om. Na, azt már megtaláltuk, hogy hova kell hozni a pedesztát. Mármint ugye a stone carvingot. Arra kell, hogy rájöjjünk, hogy honnan hoztuk. Mert hogy honnan hozzuk.
Adták. Animus kerjának át kell ölni most. Azért még így is, hogy jön az armor, még így azért megsebeznek. Szerintem vissza kell menjünk oda az elejére. Mert ha most nem megyek vissza, akkor sokkal többet kell majd sétálnom. Megérzés szerintem jó volt. Na nézzük. Gyorsan item válogatás. Hát ezek ugye három statusak, szóval a mostani az biztosan jobb. Na ez viszont amúgy kelleni fog nekünk, srácok. Corpse Explosion 2 van, van rajta max life. Ez jobb. Fegyvereket abszolút felesleges néznünk. De mostani fegyver annyira jó, hogy ezt nem fogjuk lecserélni egy ideig. Kesztyű, Blood Surge, Attack Speed és mi kell még rá? Damage. Na hát az a helyzet, hogy ez a kesztyű is jobb. Corpse Tendrilás cipelő kell, plusz egy ivét. Corpse Tendril. Greetings. Movement Speed, aha. Egyelőre nem cseréljük le. Megtartom ezt a cipőt, azt hogyha kell, akkor cserre. De egyelőre nem. Jó, és akkor innen most mindent szétszedünk. Az új nadrágra meg rá kell nyomtatni a cuccot.
ennyit talán megér a dolog. Jó. Show your teeth. Na szóval, nadrág. És akkor a kesztyűt azt ugye most csináljuk. Az új kesztyűm ugye plusz egy Blast Surge-ot ad. Azért nagyon menő. Plusz egy rankot ad rám. Így még erősebb a Blood Surge. Ami már egyébként is erős volt. Show your teeth! De szépek voltak ezek a sebzések. Nagyon tetszett. Jó. És akkor jöhet most a kesztyűre nyomtatás, és mehet a Keystone Dungeon. Capstone Dungeon. Na hát, ha valamire, erre most roppant kíváncsi leszek. Kettőbe került? Ez komoly. Na csapjunk bele a lecsóba. Köszi, köszi. Sorcival próbáltad 45-ösön, a capstone de nem ment. Hát én summoner build-el nyomtam először. Ott a minionok miatt elég tankos tudtam lenni. Fejlődő sorci nem gyenge, srácok. Ó,
sorci endgame-be gyengedtek. 45-ös szint az meg még ugye nem endgame. Meghalt az összes csont. Valószínűleg amúgy nekem se fog menni. Víz új zodiák. Hát tehát hogy... Három estíres buildből. Tehát három estíres build van. A Twisting Blade-es rugó, a Chain Lightning-os sorci, és a Firewall-os sorci. Ezekkel lehet a legjobban fejlődni. Persze én nem sorcizok, szóval nem tudok okosat mondani. Amúgy. Én csak azt látom, amit a mások már így összeszedtek infók. Szóval én ezt az alapján mondom. Aztán lehet, hogy nem úgy van, de megmondom, nem alaptalanul írják ezeket a tier listeket. Tier 3-ban magasabbak lettek a szintek? Ó. Oh. Többet kell rángatni az enemit. A bubi miatt valamennyire jobb ez, így, mint aspekt. Hát ja, nem lesz attól semmi, amúgy. Fis, hogyha mondjuk a Capstone Dungeon-t 55-ösön vagy 60-ason csináld meg, szóval, hogy így nincs világvége. Na nézzük. Most már 45-ös szucakásnak az enemiből, mármint van egy-kettő item.
Ó, igen, egy malignántos. Hát a Bone Spear-nekről az... az kegyetlen. De most direkt nem olyat akartam. Direkt nem Bone Spear-eset akartam. Hát az helyzet, hogy a neheze az a vége, nem? Hát, hogy ez... ez piskóta volt itt. Amúgy ez így van, kappa nélkül. Kicsi, hogyha jó a bírde, csak amúgy felesleges már, hogy nem fejlődsz olyan gyorsan. De hogyha nagyon bírod, akkor amúgy igen. Akkor érdemesebb mi a marabb tier 3-ra menni. World tier 3-ra. De a csontik túl gyorsan halnak, és így túl kevés a pocsolja. Azt hittem sárga cuccosat. Thank you.
Na, a végjáték. Közeleg a végjáték. A kurátor. Na, meg kurátorozzuk. Elfelejtettem, hogy milyen múvjai vannak. Ilyen halálos múvja, azt látom. Ja, most itt afkol. Na szép. Izgultam azért. Hú. Azért izgultam. Ja, nem is ezt akartuk felvenni. Hát igazából... Jó van ez így? Majd visszajövünk. Hát... Izgultam, hogy ne feleslegesen elpazarolt, nem tudom, fél óra legyen? Vagy mennyi volt ez? Hát egy 15 perc. Nagyon spammeltem a gombokat. Kell vajon Badminton gatyóra? Nem. Gatyóra akkor Six Explosion kell. A WoW-nál szoktam ezerrel spamálni a billentyűzeten. Szevasz, Isten. Gyakorlat új mozgata, vagy tapasztalat, Isten? Ezeket csak így bevágjuk ide. Az olyan cuccok, amiket aspekt miatt jó lenne megtartani. Echo of Varshan.
Invoker of Varsán, ez mi a manolát? Hú, na szuper. Szuper. Hát akkor lassan amúgy mehetünk át másik biadra. Lassan lehet kezdeni a Bloodlance-es cuccok gyűjtögetését. Igen, láttam Istok, ez nagyon vicces. Helltide, Sacred Item, Unique Item, Nightmare Sigil, Champion szörnyek. Azt mondtátok, ne csináljak ilyet. De megnézzük. Mesélj a Helltide-ról. Köszi! Szóval azt mondtátok, ne csináljak ilyet. Úgyhogy megnézzük. Ötvenöt pluszos terület, mert... Amúgy, ha azt mondjátok, hogy nem menjek, akkor... Mert ha azt mondjátok, hogy menjek, akkor lehet, hogy nem megyek, aha. Jó, csak le lehet jönni. Az a gond, hogy ha nem változtattak ezen, hiába magasabb szintű az enemy, nem kapok annyival több XP-t. Mennyit kell összeszedni amúgy egy... Jobban megjelni, hogyha mondjuk Nightmare Dungeon csinálnék amúgy. Mennyit kell összeszedni az új Mist Chesthez egyébként, srácok? Kettőt van? Szerintem teljesen ok a sebzésünk. Mármint így nyilván halhatnának hamarabb, de amúgy teljesen oké. Okay. De nem helltájdozunk, mert nem éri meg. Tehát, hogy így, hogy ilyen lassúak vagyunk, így nem éri meg. Nightmare Dungeon-nel többet érünk, mert gyűjtjük a glyfeket szintezzük, amivel erősebbek. Vannak már glyfek, vagy csak 50-esen lesznek? Vagy nem vágjátok. Na,
Amúgy igen. Tehát, hogy ez, ezért jó. Tehát, hogy most Vörtir 3-on esetek már ugye 4 statos itemek. És ez, ez nagyon jó. 4 statos itemek, tehát, hogy így nekem szerencsére nem kell visszamennem. Egyáltalán nem kell visszamennem előző Vörtirre. És Rigdomnak felvehető cuccot, amivel a ládát nyitott, szóval nincs már az, hogy lazán nyitsz minden ládát 59 perc alatt. Aha. Hogy kell Nightmare Dungeon-t menni először? Valahonnan esnie kéne Sigil-nek. Whispers of Tree-ből esik Sigil. Tehát akkor Whispers of Tree-t kéne csinálni. És akkor kapunk egyes Sigil-t, és akkor úgy megyünk följebb. Jó. Tehát akkor Vörtir 3-as Whispers of Sigil-t, na, szóval Vörtir 3-as Whisper-es fát kell csinálni, hogy essen Sigil. Jó. Craftolni csak level 5-től lehet. Craftolni akkor lehet, hogyha megcsinálunk egy level 3-as vagy level 5-ös Sigil-t, és akkor kapjuk meg. Hármasat kell? Jó. Ez teljesen jó. Ez így teljesen jó. Hát, hogy nagyon jó a haladás. Craftolnunk új potit. Fantomok ellen amúgy pont utálok küzdeni. Nem tudom, hogy a szinten kéne lecseréljem a csontikat. Már lehet, hogy a leveling buildnél se anya szinten. De most már így Vörtir 3-ra szerintem már érdemesebb lenne Bloodlance-ra átmenni. Legalábbis biztos, hogy nem fogom tudni megcsinálni a következő capstone-t. Ezzel a build-el. De egy biztos. Ez nagyon vicces volt így. Ha összeszedted az összes Lilith szobrot, még a szezon előtt, beléptél most a szezon alatt, abba a karakteredbe, akkor bármelyik karaktereddel lépsz be, meg lesz neki az összes Lilith szobor.
És a térképes felfedezettség is átmegy. Legyen szó az... hogy hívják karakteredre? A szezon karakteredről, vagy Eternál karakterről? What? Esik 45-ös Sacred item is, srácok. Nagyon zsír. De ez a Sacred item, ez kuka. Hát 3 stat van rajta. Nem. Amit te értettél, Istag, az az, hogy ha az lenne a kérdés, hogy megkapok minden teleportot? Nem. Csak a fővárosos teleportokat, a többit azt neked kell felfedeznem. De a térkép felfedezettség, abból mindent megkapsz. Tehát, hogy látod a teljes mapot, hogyha az Eternal Realm-en te amúgy korábban ezt megcsináltad. Szóval csak a fővárosnak a mizéje jön át. Waypointja. A többi waypoint az nem. Jó, nem igaz, mert még a Tree of Whispers-es is átjön. Én végig lovagoltam és összeszedtem mindent még T2-től. Az jó döntés. Ez már a teljes map, ami neked fel van oltva? Aha. Igen. Azért nem érdemes amúgy most World Tier 3-on mennem, mert az ellenség sokkal, de sokkal erősebb, és én nem kapok annyival több XP-t. Úgyhogy amit most csinálok, ez nem egy megérős dolog. Mármint a Stronghold-okat World Tier 3-on még érdemes megcsinálni? Arra gondolsz, Fish? Ez a poison, ez elmebeteg. Oké, és köszönjük azokat, akkor lenyomjuk. Főleg, hogy most ugye fejlődhetnénk azzal, hogy Strongholdot farmolok. Nyugos. Aha, Vörtir egyen is, meg kettőn is jó a Stronghold van. Meg lehet ugye úgy csinálni, hogy nem ölöd meg a boss-t benne. Meg nem kongatod meg a harangot, és akkor farmolható a Stronghold. Ezért nem jó minionokkal játszani, mert látjátok mit csinálnak, össze-vissza támadnak mindent. Hát ez halál lesz így, ez halál. Nem halál. Az a gond, hogy per pillanat, ha nem lennének csontvázak, lehet, hogy még erősebb lennék. Bár akkor nyilván nem lenne ennyi hulla. Szóval a hullák azért megkönnyítik a helyzetet.
De meg is nehezítik. Elfogyott a potion. Jaj, de jó, fagyasztó. Ó, igen, még egy fagyasztó. Ó, igen, ó, igen! Még jó, hogy a shield megvéden. Na, annak amúgy nagyon örülök, srácok, hogy World Tier 3-ba sikerült már átmenni. Annak nagyon örülök. Tehát az, hogy 4 statos itemeket kapunk, ez az áldozat, ez nagyon durván megéri. Azt nem gondoltam amúgy, hogy ennyi sebzés van amúgy ebbe a biedben. Mármint, hogy így magasabb szinteken is. A Blood Orb spawnolós az amúgy még jobb egyébként. Főleg mivel itt megy a korpsz konzumálás szerintem, szóval ez beleszámít. Ja. Tehát hogy itt a Blood Orb spawnolás az nagyon durván beleszámít. A Blood Orb zabáros buildek azok így még jobbak lettek ezzel. Mármint hogy a hullazabáros Blood Orb készítős buildek.
Hát tudom amúgy, hogy nem jó felemegyek, de direkt. Level 46, ding-ding. Na nézzük, mit mondom úgy, hova menjünk tovább? A Fueled by Death-el menjünk tovább, azt mondja, hogy az meg ez. Tehát hull a zabálás esetén plusz sebzés. Az meg ugye mindig van, tehát hogy az garantált, garantált dam. Durva, hogy olyan cuccok potyognak, amiket még ugye nem tudunk használni. Most már ugye figyelnem kéne a fegyvereket is, hogy mert hogy az is lehet upgrade. Blood Bishop. Jó. Tudtuk volna védeni a Blood Mist-el, de nem akartam, mert addig sem velem foglalkozik. Ez viszont egyszerre nagyon sok sebzés volt. Oké. Szia, Xedor. Ez egyszerre most nagyon sok sebzés volt, és miért ide rakott vissza? Elvileg, ha belépek a szobába, akkor visszajönnek a csontik, aha. Ja, és most újra kell dolnom. Hát ez szívás. Provobos skillek, mentek az oszlopozások. Már amúgy ebből pont nem kapott semmit, de mindegy. Az oszlopon túli sebzésben az abban nem kapott semmit, de legalább engem nem talált el. Azt mondja, hogy menjünk tovább. Még 3 favort kell összeszedjünk.
Pillanat közben. A season bent van már a játékban, vagy még ezután kerül be majd? Bent van a season. Azt nyomom éppen. Azért vagyok 46-os és nem 100-as. Nem tudom is, tök egyelőre az a terv, hogy nyomom ezt úgy, mint a WoW-ot, hogy így addig nyomom, ameddig meddig nem unok rá. Szóval így, ja, hát amúgy igen, kb. Az a terv, hogy mindet. Mert így nagyon jó amúgy. Nyilván, amikor még új a szezon, akkor sokat nyomom, amikor már nem új, akkor már nem annyira nyomom, de hogy így a terv az, hogy így mindet nyomom, aztán, hát ja, majd ugye kiderül. Ja, így legyen. Na. Következő karit mi választjuk ki neked, hogy mi legyen. Amúgy akár ilyen is lehetne. Ha nagyon szeretnétek ilyet, akkor lehet, hogy majd lehet szó ilyenre. Akár majd lehet szó ilyenre. Nem ígérem, hogy a következő az ilyen lesz amúgy. Az ott egy fullos aspekt. Na, lenyomjuk a strongholdokat. Ja, hát ez most very big. Very big. Megvan amúgy a Nightmare sigilünk is, szóval már azt is lehetne nyomni. Oké, ezt akkor lehet, hogy nem is töröm össze annyira. Ja, hát most itemeket, amúgy item stronghold farmot kéne nyomnom, az, ami most nagyon kéne. Legyenek itemjeink. És XV. Ja, hát gyakorlatilag streamer loot. Blood skill damage. Hát az a gond, az nem az kell nekünk. Hát, hogyha ezzel lenne Corpse Explosion, akkor akár még jó is lehetne.
ez amúgy itt nagyon jó. Jó, ezt így szét kell szedni ezeket a cuccokat, és akkor mehet. Az item lezárás eddig is volt, vagy ilyen season feature? Eddig is volt, néha esetett ki olyan item, ami így magasabb szintű nálam, de ezek így a vörtírek miatt. Tehát, hogy ugye nagyon hamar jöttem át, és ezért sokkal inkább dob olyan itemet a játék, ami így nem nekem való. Nem, és azt hittem menni az 1000-es damage-es ilyen, majd az első komolyan parc után kaptál egy 1700-es damage-esen. Az ott kuka, az meg itt nagyon jó. Jó, azt betesszük, azt is. Ez kuka. Jó. Ez itt a hasznos itemek. Ja, igen, az itemek jelölése junknak, szemétnek az eddig is volt, aha, ha arra gondolsz, Istom. Még egyet teljesítettünk. Azt mondja, hogy 43 lesz lassan. Ja, Chapter 3-ból már csak ez a Wrathful Malignant Invoker kell. Azt ott 4-re fel kell húzni, level 50. Ja, a lakat az, hogy ugye én nem tudom még hordani a szintkövetelmény miatt. A piros X, hogyha nem tudom hordani, mert más klassznak való. És a lakat pedig az, hogy azt már mondtam? Lehet, hogy azt már mondtam. Ja, igen, azt nem mondtam, hogy mi a jelölés. A junknak jelölés nem mondtam. Azt mondja, hogy igen, oda akarunk menni. Én arra gondoltam, hogy azt be lehet jelölni, ami jó item, de akkor nem adtak olyat a gamehez. Ja, olyat nem. Tehát azt nem tudod bejelölni, ami így jó. Nem. Ezek amúgy kellenek egyébként is a skill pontok miatt. Úgyhogy ez jó dolog. Hogy állok a szezonnal? Persze meg lehet kérdezni. Battle Pass 43-as lesz, de ebből vegyél el 20-at, mert hogy olyan edition-t vettem, ami 20-at ad alapból, szóval hogy amúgy 23-as lenne. Fullos, egy hiányzik. Itt 4 hiányzik, és akkor ezeket még elsökeztem. Múltkor láttam egy csávot, aki megvette a Battle Pass véletlen, mert nem kért megerősítést a fizető. Ja, ez olyan, mint ami a Fortiba volt. Tudtál úgy fizetni, hogy amúgy. Hogy nem kellett megerősíteni, ja. PS-en azért szívás, mert ott oda viszi a zegeredet. Hát igen, tehát hogy igen, ez szívás, ja.
Jó. Jó. Belenyaltam, srácok, itt a robbanásba. Na és akkor itt még fölfele lehet nem menni. Vagy legalábbis valahol lehet fölfele menni. De valószínűleg most még nem fog ez itt nekünk kinyílni. Vagy hol lehet az utolsó szem, ti tudjátok, srácok? Mert már a kapuhoz kéne mennem. Itt van egy egykori waypoint. Na jó, oda megyünk középre. Középen? Ó, oh, tényleg. Köszi. Köszi, MB. Azt hittem át tudom húzni az enemit onnan kintről, de nem. Ja, mindjárt level 47. De szerintem az 50-et csalszos, hogy nem érjük el ma. De annak nagyon örülök, hogy sikerült World Tier 3-ba átmenni, mert most már tudok így streamen kívül is játszani. Mert ezeket így mindenféleképpen veletek szerettem volna elérni. Nyilván a World Tier 4-be átmenetelt is. Új, itt ez itt most nagyon sok enemy. Romantikus? Na. Azt mondja, hogy azt ott a fix sebzés miatt. Thank you.
Egy új waypoint. Apám. Tényleg? Nem is figyeltem, köszi, hogy szóltál. Fracture Peaks-t azt jól megnyomtuk. Na, például tudok csinálni sidequesteket, hogy ugye meglegyenek a plusz skill pontok. Vágtatok, vágtatok, na de milyen pofát vágtatok? Én most szomorú pofát, mert lefagyott a játék. Jó, nem is itt kell bemenni. Megfogdostuk itt a Fionát. Biztos, nem kell kék cucc. Halljátok, hogy milyen fura volt a hangja, ahogy beszélt, ilyen akadozós. Én azt hittem, hogy az én fülesemmel van valami baj, de valószínűleg a játéknál egy kicsit megrecsent a hang. Nem tudom, mennyire lehetett hallani, hogy ilyen akadozós, ilyen ropogós volt a hangja. Neked is szok, nekem ilyet már akkor csináltam, amikor megjelent a játék. Össze-vissza teleportál. Csak hangtorzított használnak? Xboxon nagyon jól megcsinálták? PC-re is mehetett volna. Bolond PvP zóna.
Nagyon fura volt ez a hanga, hogy ide átjöttünk. Jó, és akkor oda kéne még átmenjünk. Hú, de rosszak itt a waypointok. Ja, azt amúgy ott jó lenne felvenni, de... Look. Na nézzük, hogy bírunk el ezzel a Zeventtel. Oké, meg lehet 5 per 5-re. Tök jó. Akinek megvan az a végig kell ugrálni rajtuk, és az is plusz rilámú. Tényleg. Nagyon jók ezek a tippek. Nagyon jók ezek a tippek, srácok. Hát ez egy béna sacrifice bónuszos. Fura érzés, hogy még mindig kell, mert hogy most még kell gyűjtenem a gemeket. Mert ugye most még nincs. Még le kéne tolnunk egy Nightmare Sigilt is, csak hogy az is meglegyen veletek. Teszik is. És most, hogy ide eljöttünk, majd el kell menjünk oda is. De mi hova is akartunk menni? Mit is akartunk csinálni? Ja, Strongholdot. -48 és 67 között már a izét javasolják amúgy. Nightmare Dungeon formulását. Jaja, lassan level 48, nagyon jól haladunk. Found them.
Látom, látom, amit akarsz, Démonirtó. Démonirtó azt mondja, szerintem 6-ra meg lesz a level 50. Látom. Hát ha ilyen mértékben haladunk, amúgy tényleg meg lehet 5-re. Csak úgy kapom a szinteken. Ilyen max level? 100. Na basszus, én itt elkezdtem robbantgatni, azt nem történt semmi. Rossz a hangja. Izé, megszaladtak itt a sebzések. Hogy izé hullott a HP? Azt a rohadt. Sziasztok, melyik build ez a Necronál? Ez így főleg a Blood Surge-re épít. Ez ilyen kis egyszerű leveling-es build. Azt mondja, hogy a Death's Embrace-t kéne felnyomni, az meg... mit is csinál? Közel level levő enemy plusz sebzést kap. Kapnak, aha. Plusz egy skill pont, ez nagyszerű. Jó. Át kéne menjünk a Dry Steps-re, így van, oda. Bár valószínűleg onnan egyszerűbb. És akkor a Dry Steps plusz egy skill pont is meg lenne. Szerintetek kijavították már amúgy közben az Imperfectly Balanced-ot? Nem. Hát ezt még mindig nem javították ki. Általában olyan gyorsan szoktak hotfixeket nyomni, és hát úgy néz ki, hogy ez nem nagy probléma a Necronál. Láttatok amúgy ezzel kapcsolatban bármit is így az interneten? Hogy ez egy most nagy probléma lenne, hogy ez most így nincsen? Mert hogyha nincs semmi info, akkor lehet, hogy ez tervezett változtatás, és amúgy szerintem az. Egyszer láttad említve? Uh-huh. Ez a gond, hogy nekem ez most így kimaradt sajna. Úgyhogy most erről nincsen infóm sajnos. Ez olyan, mint a harangozós küldi, csak itt ilyen malignant pusztulatokat kell szétütni.
édes Isten, hát az volt, hogy elnyomtam a... Most hol vagyunk ott? Gyorsan! Hú, meglep. Szóval elnyomtam, hogy ne sebezzenek, erre meghalt az összes csontim. És amikor kijöttem a sebezhetetlenségből, addigra kaptam. Na. Bug? Ó, nagyon király, köszi szépen. Köszi Istag. Ez egy kicsit megnyugtat. Ja, igen, sajnos 50 pluszos mindegyik Vörtir 3-as helye, ahogy én láttam. Kivéve a Stronghold-ak, mert az plusz 2. Ja, megyünk is. Nincs megállás. Ja, azt hallottam, meg mondtátok ti is, hogy sokkal kevesebb szinder esik. Szóval nem lehet már az összes ládát kinyitni. Az a pénteki campfire az elég furi volt. Maradjunk annyiban. Tessék! Jó, dry stabs-be akkor mehet a kövi. Nem tudom, nekem a legjobban az zavart, hogy ilyen
Ugye behozták azt, hogy nehezebb felfejlődni 100-ra, és akkor azt mondták, hogy jaj, de hát azt terveztük, hogy hogyha nehezebb lesz felfejlődni 100-ra, akkor ha cserébe sokkal több lesz a mob, akkor nem fogjuk ezt annyira érezni, hogy nehezebb felfejlődni 100-ra. Viszont a nerfet azt már most behoztuk, hogy nehezebb legyen felfejlődni, viszont azt, hogy több legyen a mob, azt már csak a következő patchbe terveztük, és ilyen, oké. Két, tehát itt nem lehet átmenni. Szevasz, Csini. Szevasztok, srácok. The voice below nagyon nyomja. Na, hello! Lakomázni fogok a csontjaid fölött, vagy mit mondott mi meg itt? Oké. Okay. Mi meg itt lazán elteleportáltunk. Mondjad csak, szevasz. Jó. Na nézzük, van upgrade. Ja, amúgy ezeket már nem, ez még mindig csak három statos, ez szánalmas. Akkor ne is nézem, csak a sacred itemeket. Hát most biztos, hogy mérges. Ott hagytuk őt magába a fortyogni. Ez is, mi az, hogy csak három statos? Fúj. Fúj. Hát innen nem is jöttek nagyon upgrade-ek, ez átverés. A strongholdok akkor lehet, hogy bágosak. Bágosak lennének a strongholdak. Mert ugye most kb. Csak azokat ütjük, és nem a jó itemek esnek. Na most így nincs kedvem ezeket átnézni. De a lakatos fegyó az jó volt, de az 4 statos volt, viszont ami itemeket most szerzek, ezek ugye strongholdban vannak, és csak 3 statosak.
Nem, nem a 48-as fegyót használom. A 34-es fegyvert használom. Majdnem minden stronghold-ba esett legó. Én is ezt vettem amúgy észre, Blade. Nekem is ezt tűnt, hogy nagyon szépen dobálja a legókat a stronghold. Mi? Ez ott mi? Ja, rám nyomott egy ilyen bzzz, de azt kaptam. A szemétje. Azt mondta, bzzz. Ezt véletlen nyomtam el. Az amúgy majdnem. Az amúgy ott combos van. Hogy itt az elitek csak pénzt dobnak. Na nézzük. Oké, plusz egy skill pont, tehát mindenhonnan megvan a plusz egy skill pont. Jó. Oké, akkor most mehetünk oda, vagy akár mehetünk oda is. Medizi, köszi, hogy itt voltál, pápám. Hamarosan megkapjuk az utolsó skill pontot is. Hoppácska, partipi körmend szövetségesen át. Ha most ezt partipi főnöke nézi, akkor természetesen ez egy másik partipi. Ez nem az a partipi. De fura volt a hang.
Tetszenek ezek a banditák, nagyon szépen hullanak. It's over for you now. Bonshed, izé, Bonspires legendary. Hello. Nagyon jó. Na de hol a kapitányos? A kapitányos megvan? És mindjárt a 49-es szint is megvan. Jó. Nem, ez is csak a... izéje. Csícskása volt. Level 50-ig mit ajánlasz, hogy jön a legjobban az XP? Hát figyelj, én úgy voltam vele, hogy ilyen guide-ot követek, ilyen leveling guide-ot követek. Amit a más, nálam okosabb, ügyesebb emberek raktak össze. De az a helyzet, hogy hát igazából nem kellett követnem, mert azt csináltam, ami a Season Journey volt. Szóval, hogy így... csináltam a Season Journey-t. Úgy fejlődtem a legjobban. Igazából ennyi. Nem nagyon csináltam semmi trükköt. Csak nyomtam. Na az Onyx Watch Tower az, ahol nagyon jól lehet szintezni, úgyhogy itt most nem kongatunk, nem csöngetünk. Na most jutott eszembe, hogy meg kéne nézni, hogy ez micsoda, és amúgy ez az, szóval... itt, hogyha kilépünk, meg visszalépünk, akkor ez nagyon jó XP. De amúgy itt most már nem kell nagyon jó XP, mert nagyon jó XP level 50 alatt kell. Amúgy meg 48-tól meg már mehetnek a Nightmare Dungeon-ok. Ja, és kezdődik előről. És az Onyx Watch Tower-be esik nagyon jó loot, azt mondják. Hogy ez tényleg tök jó. Ez az Onyx Watch Tower. Hű, de rossz a hang. Ja, a poison az nagyon rossz. Hát nyilván majd jobb lesz, hogyha megcsinálják a rezisztet.
Na, ugye megnézem, hogy mikor kell megkongatni az Onyx Watchtower harangját, mert amúgy ezt végig nyomjuk. ...45 és 47 között. Tehát amikor az utolsó Onyx Watchtower-t csinálod, akkor megkongolhatod a harangot. Vajon megint dob amúgy Legendary-t? Megkongathatjuk. Á, úgyse jövünk ide vissza, mert Nightmare Dungeon-ezni fogunk. Onnan meg jobban jön minden is. Jó. És akkor... ott az három, aha, ott van még kettő. Szervusz, Laci. Szevasztok, srácok. Hát meglett a gobó, de nem dobott legót. Szerintem eddig még egyik gobó se dobott legót. Remélem, jó fele mentünk elsőnek. Mert amúgy nem úgy tűnik. De amúgy arra kell menni. Ott van valami. Valami itt van. Valószínűleg följebb. Aha, ott van. Thank you.
Azt hitted a felsőn valami izé, CGI? Ujj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 
Mi ez itt? Mi ez a Stremmerd loot, srácok? Elképesztő. Hát elképesztő, csak úgy potyog. Ez most az egyik új kedvenc pólom. Zodiac. Jó. Nagyon fáj. Csak úgy törnek a csontvázaim. Ja, még túl kéne élni, aha, jó. Az már nem vészes. Yes. Na ez már itt a vége lesz. Véletlenül elnyomtam, srácok. Gombot, amit nem akartam. Lehet, hogy ennek amúgy ilyen garantált dropja van. Tehát ugye a Strongholdoknak garantált legendary dropja. Még fél szint, srácok, és meg lesz az 50. Ja, és még le kéne nyomnunk egy Nightmare Dungeon-t is.
ó, amiatt nem kell aggódj, Zodiac. Biztos, hogy meg fogsz előzni. Aha, ott van egy. Ajajajajajajaj. Nem hagyunk ott enemikem. A sokkuló vadfa. Oda nem tudunk így bemenni. Aha, itt van még egy. És most csak simán be kell menni középre, ha jól emlékszem. Így van. Azt hittem, hogy ugyanannyi HP-ja lesz. Hoppá! Na jó, hát amúgy ez nagyon durva tényleg, hogy fix legendary van. Wow.
kettő. Jó. Megcsináljuk az utolsót, és akkor meg lesz az 50-es szint. Magda! Magda Placa. Subject 23. The plague of Alcanus was born from the dead of this city. Like all of the corpses here, 23's tissue appears flush with the demonic ether. Still alive, in a sense, after decades of decay. If this vitality can be distilled, I may have found more than a cure. What goes on here? Visszafele kell mennünk. Srácok, utolsó kocka jön most. Na hát most már másodpercek kérdése, srácok. És ott is van. Level 50. És a Paragon Board állokolva. Yeah! A ding ding, így van. Szevasz, Viziró. Ha
Aha. Noho. Na nézzük, 262, core skill, hogy valószínűleg ez sokat él. Jó, visszajövünk ide, visszajövünk ide. Nem vagyok maradva, későn kezdtem a szezon, mossán a Capstone-t level 42-n a World Tier 3-ért. Na hajrám! Én most csináltam 44-em, egy két órája, két-három órája. Köszi szépen, vicsikem. Szuperság! Na, az a helyzet, most le kell nyomjuk az első Nightmare szizsírünk. Mondjuk nem, először elpakolunk. Először elpakolunk. Kezdjük el gyűjteni a gíreket, aspekteket, overpower damage, maximum life, overpower damage, resource generation, oké. Okay. Max life, total armor. Mm-hmm. Overpower damage, attack speed, lucky hit chance. Ilyeneket szeretnének. Mm-hmm. Nézzük, hogy állunk a matikkal. Uh-huh. Hát lassan most már amúgy el kéne adogatni. Mert amúgy már elég jó pénzt adnak ezek. Ja.
Nézem, hogy most mire lehetne még pakolnunk. Mert a Corpse Tendrium. Hú, de rossz a hang, inkább újra kéne már indítanom lassan a játékot. Na nézzük, srácok, az első Nightmare Dungeon-ünket. Nézzük, hogy megy a level 1-es Nightmare Dungeon. A Secret Nightmare Dungeon-ekben szerencsére 12-szer meg lehet halni. Aha, ezek a cuccok már 4 statosak, akkor a Stronghold az csak 3 statosat tud dobni. Úgy néz ki. Tűha, fél HP-z. Nem, 51-es volt már az utolsó is. 71-es volt az utolsó Stronghold. Nem baj, ez ilyen jó tudni dolog. Mert ugye hiába volt Secret, de három statos volt. Ez lepett meg. Aha. Így elnézünk be az irányba.
Hát itt már nem megyünk visszafele, mert az utolsó ágydal az valószínűleg amúgy arrafele lesz. Ja, hát akkor konkrétan ez az, igen. Ne járt az elixir, de már nem nyomunk be még egyet. Meg is kaptuk a plusz egy paragon pontot. És megkaptuk az első glyphünket. Nagyszerű. Legendary eső. Júj, de nagyon zörögnek ezek a sámánok, inkább tényleg arrébb jövök. Hát milyen csúnya volt már a hangja. Recsegnek, zörögnek. Esett egy fullos aspekt, igaz, hogy ez csak ideig, óráig lesz fullos. Áros csak legendary. Darkness. Na nézzük. Nem kell a darkness sajnos, de... Mást felesleges húzni, tehát a kékeket.
Na hát lement az első Nightmare Dungeonünk. Hát nagyjából egy negyed óra volt, 10 perc negyed óra, szóval hogy nem haladtunk olyan jól vele. De lement. Na nézzük. Max Life Armor Damage Reduction. Ilyen statok kellenek. Nem is rossz. Ja, de ez csak 3 statos. Hát akkor ez így már rossz. Már is nem tetszik. Ú, 569. Shit. Na ez már olyan, hogy ezt már kéne cserélni. Rollolni is kéne rajta. Köszi. Ja, hát ez mondjuk sacred item, szóval ez is kár, hogy 3 statos. Ez a legrosszabb, hogy 3 statos. Ez mindkettő, ez kuka. Francban. Viszont ez a fegyver, ez nagyon jó. Verti 3 vagy Secret miatt 3 statos? Nem tudom mi miatt 3 statos. Valószínűleg meg nem tudom. Gőzöm sincs, nem tudom, hogy ez most miért lett 3 statos. Ennek már 4-nek kéne lennie. Úgyhogy ötletem sincs. És egyetlen egyet tudunk rollolni rajta. Hát ennyit meg nem ér a dolog. Valószínűleg amúgy ezt így be kell áldozni, és akkor teszünk rá lyukat, és akkor jó lesz. Tehát, hogy ez most majdnem 2-szer annyi sebzés. Százezer egy lyukasztó. Mennyi veszik ki? Hát jó, ez még talán belefér. Azt amúgy vegyük ki. Ja, ezt tönkre tesz. Ennek csak a izéje jó. Bár egyelőre lehet, hogy meg kéne tartsuk. És az. Hát az a helyzet, hogy ezt meg teljesen szét kell szedni. Ja, hát ez itt meg már így gyenge is. Az overpower az, ami erős rajta. Ja, hát így bukunk 300-at.
De ugye nem az attack power-a minden, de amúgy... Talán ilyen számoknál, igen. Talán ilyen számoknál az attack power az, az nagyon sokat nyom alatba. Jó. Eset 2 sigil is. Menjünk még egy utolsót. Hát az overpower damage az, az amúgy nagyon fontos, ja. Az nagyon-nagyon fontos, Gonci. De talán amúgy ennyire nem. Tehát, hogy a damage a fegyveren jelen pillanatban sokkal fontosabb, mint hogy megy, milyen statok vannak rajta. Felesleges legendary-t csinálnom belőle, mert nincsenek, tehát hogy nincsenek olyan jó aspektjeim, amit, amit így megérne rárakni. Andarom. Ha a legendary-t csinálok belőle, akkor ugye attól nem változnak a statok rajta. Talán amúgy annyit lehetne, hogy mivel most már ugye 50-es vagyok, így most már ezt a Blood Surge-öt rá lehetne rakni. És akkor több lenne a sebzésem. De ez még mindig 3 statos. Csajna. Hoppá, ott van egy High Priest. Level jó, rossz felé jöttünk. De amúgy simán lehet, hogy már nem kell csontvázakkal játszanom. De még nem néztem rá a build-e. Nem volt kedvem most így a streambe annyira babrálni a build-et. Simán lehet, hogy 45 felett már nem kéne csontit használni.
mehet is a kukába a Diablo 2-be a szembenelednek, Scott. Csúnya rossz szembenelbé. Na. Ez az. Ezt nem akartam felvenni. Eszenszerűen mobok elemét lehet csinálni? Van ilyen malignant hát, nézd csak. Resource draining effects 58%-kal kevésbé hatékony. Amúgy meg olyan Nightmare Dungeon-t kell menni, amin nincs ilyen resource drain, és akkor kész. Mármint, hogy én azt nem javaslom, az borzalmas, az szörnyű. Ja, hát nem is jó felemegyünk a chamber ajtó miatt. Nincs mit demox. Köszönöm, az abominációt kell most legyőzni. Ott is van.
Jó. Kiesett az Essence, ami jó. De ez még mindig nem az, ami kell nekünk. Dominate, Sacrificial, Blood Inker, Control és az Amplify kell. Szevasz, Girosz. Jaj. Na, hát srácok, már ennyi lett volna a diablózási. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon örülök, hogy ma sikerült megcsináljuk az 50-es szintet, a World Tier 3 feloldást, és most már hamarosan a végtelen erőt. Innentől én úgy gondolom, hogy átállunk a Bloodlance-es buildre. Mármint, hogy nem úgy állunk át, hogy így fogom és áttalentelem magam, hanem úgy állunk át, hogy most már ahhoz gyűjtjük az itemeket, azokat a statokat próbálom így priorizálni. Úgyhogy hát peregni fog srácok a Bloodlance-es Necrobuild. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy így milyen. Megnézzük, hogy mennyire tetszik. Ez a Blood Surge-es az elég király volt. A Bloodlance-esen nagyon kíváncsi leszek, hogy mégis milyen erős lesz. Nagyon király, hogy itt most már a Paragon pontok feloldódtak, úgyhogy el lehetne indulni valamerre. Glyfeket még gyűjtsünk, még kell gyűjtsünk egy csomót. Tehát, hogy még a legjobb glyfek azok itt nincsenek meg. Ehhez ugye Nightmare Dungeon-ezni fogok sokat, nyugodtan tudjuk majd szintezni a glyfeket. Itt ahogy látom már esett amúgy egy ötös. Úgyhogy ezzel állokolni lehetne a questet, hogy mi is tudjunk craftolni ilyeneket. Tök király, hogy amúgy meg lett ez a set a Battle Pass első feléből. Ebben a sárgás színben amúgy nagyon tetszik. Mentem Helltide-ot is. Ugyan még a World Tier 3 elején mentünk Helltide-ot, most már lehet, hogy jobb lenne a helyzet. Most már lehet, hogy sokkal jobb lenne a helyzet. És jobban bírnám. Meglátjuk majd. Majd kipróbálom. Lehet, hogy kipróbálom. Így két stream között. Megpróbálok nektek a következő streamre is felkészülni ilyen érdekességekkel, amik így a játékot érintik. Bár most nem lesz a két Diablo stream között egy campfire, azért hát tudok nektek majd érdekességekkel szolgálni. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, meg hogy itt voltatok, srácok. Legközelebb folytatjuk.